Én Tóth előtt akkor egy pár szót akkor a papának köszöntésére. Előre szeretnék bocsánatot, persze, hogy mit csináljuk, hogy most nem az, hogy nekem kell mindenem beszélni, mert én csak mondok egy rövidet, aztán mindenki a ingerenciáján megfelelő köszöntőt. Tudod, ez a pohár köszöntői, te vagy pohártól ismerők az a kutat. És én azt látjuk azt, hogy te is egy pár hosszú van majd. Nem biztos, hogy jól lesz a mert nem jó szó volt. De tudjuk, hogy jól lesz, Jani. Az is meg van engedve, hát közösen jó szónok, mert ugye akkor legyen egy jó szónok is, csak a főszólalók között. Na, megérkezett a Gábor is. No, akkor olyan jó. Jön elővezetem nagyon gyorsan. Nem, a többiek megszokták általában, hogy én el szoktam egy kicsit így bóckodni, meg hamar fölköszöntöm a két helyet, de ugye mivel ez egy 80. születésnapról szól. Kicsit gondolkoztam ezzel, hogy mi jókat tudnék nekem mondani édesapám, és hát pedig leginkább először is az, hogy hát, hogy néz körül szerintem mindenki, aki neked fontos az életben, az itt van ennél az asztalnál. Ez egy olyan, hogy ezt kívánom, hogy többször, vagy sokszor még megtörténjen vele. És van is, egy viccesen szokták is ezt mondani, hogy akik már bizonyos kort megélnek, és nagyon szép korban eljutnak, azoknak tulajdonképpen a születésnapi köszöntője, meg a nekrológia közt már nem nagyon sok különbség van, és ezzel szoktak viccelni is. És hát én azt mondom, hogy legyél sokáig ebben a helyzetben, hogy a nekrológod meg a születésnapi köszöntésedben körülbelül ugyanazok a jó dolgok legyenek, és legyen végtelen hosszú. Ugye, az egy ilyen méltató, hogy mindenki gondolom, a nekrológnak a műfajával tisztában van, illetve hát majd a figyelmet meg annak idején elmondásunk. Úgyhogy én csak egy pár dolgot szeretnék kérni, nem kezdem el rögtön attól mesélni, hogy 1936-ban Horváth János őkinek megszületett, mert azért ez egy nagyon tartalmas és hosszú életútnak, ugye lehet, hogy én kevés is vagyok ehhez, hogy ezt megfelelően méltassam, de egy pár dolgot hagy emeljek ki. Én azt gondolom, hogy mindenki azt abban tisztában van, hogy a szenvedély nélkül nem lehet elvileg élni, és ugye a szenvedélyhez, meg a szeretethez, meg a szerelemhez szív kell. És ugye én azt gondolom, hogy azt azért nagyon jól megkaptuk tőled, illetve mindenki, aki a te hígyeidet hordozza magába, és hát nyilván az ő választások alapján a házastársak is, illetve akik utána jöttek az unokák, megkaptuk tőled, hogy legyen bennünk elég szív és szenvedély ahhoz, hogy az életet megfelelően éljük, és pár olyan dolgot, ami neked az ilyen védjegyeddé vált, mint Horváth János vagy Janika, hát ugye ezt, tehát amikor mondjuk valakinek, hogy egy elkötelezett Kádár Bognár, aki a szakmájára is örülni tudna, akkor szerintem mindenki a Horváth Janikára gondol, vagy a jó focistára, aki ilyen megyei szinten is, meg akár egy térségi vagy országos szinten is neve volt. Tehát ezek az olyan területek, amit így ezről lehetne akár mesélni napokat, de nyilván ez nem is az én tisztem, hogy én ezeket elmeségesem, hanem itt az itt jelenlévő, hogy úgy érzi, hogy erről még keveset tud, vagy még szeretne róla majd többet tudni, azt majd a papát meg lehet róla kérdezni, vagy akár mi is emlékszem nagyon sok jó sztorira. Tehát én azt kívánom neked, hogy még jó pár évig tudjunk így azt ahhoz ülni, és hogy lássál fölülni úgy unokákat, dédunokákat, hogy ők egy felnőtt korba eljutva mindig tudják nekik is megfelelő internetet, muníciót, útravalót adni, ahogy hogy nekünk adtál annak idején. És azért úgy látszólag én sosem figyelek rá, de én mindig figyeltem a születésnapokon meg a névnapokon, amikor mondtad ezeket az úgynevezett méltató beszédeket. És én úgy érzem, hogy ez nagyon nehéz lenne visszaadni ebből bármit is, mert annyi sok minden jó dolog történt. De tartsál meg minket jó emlékezetedben, és gondoljál ránk sokat, nem mi is gondolunk rád, és hát nagyon sok boldog szűnapot kívánok mindenki nevében, aki itt lenni az asztalnál, és a magam nevében is. Isten értesen! Mentsetek fel engem azonról, hogy fölálljuk. Megvan engem a bőrben. Mert sajnos a lábaim, már csak a lábaimban áll bele a görcs. És azt ki nem fogjátok írni. Nagyon nagy tisztelettel megköszönöm
a kedvességeteket, hogy eljöttetek, és egyetlen dolgot kívánok nektek. Függetlenül attól, hogy milyen kort éltetek meg, és mennyi mindent megtapostattatok, és mennyi mindent átéltetek, de csak én csak azt kívánom, hogy a 80. szülinapotokat is egyelőre éljétek meg. Egyelőre, de lehet, hogy lehet 100 év is. Keresem a gondolatokat. Annyi mindent emocionálisan és érzelmileg is konkrét esetek révén én átéltem sok mindent, és még azt is kívánom nektek, hogy ne legyen annyi tragikus körülmény az életetekben, mint ami volt nekem. Hogy kisgyermek koromban, 8-10 éves koromban szántani kellett mennem az iskolahelyet. És sok mindent később kellett bepótolnom. De van egy olyan magyar közmondás, és ezt ne felejtsétek el, hogy így mire testáltam ezt a gondolatot, hogy amit az ember egyszer elkövet, amit egyszer elmulaszt, soha nem tudja bepótolni, mert mindig a mindennapok gyakorlatában kell teljesíteni azt, amit megkövetel a kis meg a nagyobb közösség. Hadd fejezzen be, gyerekek, és még egyszer kívánok nektek minden jót, és mindegyikteknek jó egészséget, hosszú, boldog életet, és a 80-on túl is még jussatok majd néha az öreg Aszinak a nevének a drága kis fejetekbe. Ez van.